Köszöntöm Önöket! A Spiller mai adásában egy szívemhez nagyon-nagyon közel álló témával foglalkozunk a rallyval, azon belül is a győri-győr környéki ralisokkal. És hogyha ehhez egy embert hozzá kell valahogy társítani, akkor az én gondolatomban az Bognár Gábor Bogesz volt. És egy ismerősömmel beszélgettem ralliról nem is olyan régen, és mondtam neki, hogy a Bogesz jön majd a Spillerbe beszélgetni, és annyit mondott, hogy a Bogesz egy intézménynek számít gyakorlatilag nem csak itt a Megyében, hanem az egész országban, hogyha ezt a technikai sportot vesszük alapul. Hát hogy, te, hogy intézménye tényleg, azt nem tudom, de hogy mi jókat szoktunk sztorizgatni, beszélgetni erről a sportákról, az biztos még, hogy ebbe a műsorba is belefér nagyon-nagyon sok ilyen. köszöntök itt a stúdióban, Bogesz. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket is. Hát intézmény talán nem vagyok, de egy fecske soha nem csinál nyarat, tehát ez a, ez a rali ez az autósport is, hát jó lehet, hogy mindig én voltam ott az elején a sornak, vagy legtöbbször, de hát nyilván egyedül ezt nem lehet sem. Tehát egy komoly régi csapat van Tunk van, Hát most éppen megint én vagyok ennek a vezetője. Hogyan kezdődött nálad ez az egész őrlet? Itt az adás előtt elejtettél egy olyan mondatot, hogy sokkal kevesebb lenne az életed a Rali nélkül, és valószínűleg valahogy máshogy teljesítettél volna ki talán a zenében. De, de a Rali az hogyan jött? Hát őszintén megmondom, hát úgy, hogy a Volánralik voltak a 70-es években és hát kilátogattunk, biciklivel kitekertünk a közeli, azt hittük, hogy gyorsasági szakaszok, de hát az csak etap volt. De hát mi annak is örültünk, mert színesek, zajosak voltak az autók, és én gyárvárosi vagyok, a kempingbe a volt a nagyon sok versenyzőnek a szállása, meg a autóklubba volt a gépátvétel. Tehát pofon egyszerű volt odatekerni, vagy akár gyalogolni, és hát ott az a, az, a, az, az illat, az a millió, az a hang. Az a, az a gumicsikorgás, az, az, azonnal én 13-14-15 éves lehettem. Azt tudom, hogy amikor készültem egy középiskolai vizsgámra, akkor nagyon nehezen ment a tanulás, mert hogy hallani lehetett a udvarunkból a, a autó működését, csikorgását, hangját, és akkor így sem tudom, hogy becsuktam a füzetet, mondom ezt majd akkor holnap aztán már arra nem emlékezem, hogy megtanultam meg a A lényeg a lényeg kérdésedre visszatérve, tehát valamikor nagyon korán ilyen 11 néhány évesen csapott meg a benzingőz. És innen mik voltak a hiányzó lépcsőfokok addig, hogy te el tudj kezdeni versenyezni? Mert nyilván ez most sem egyszerű, de akkoriban Jóval kevesebb autó volt, jóval kevesebb esély is mutatkozik egy mai ember szemével, hogyha én azt gondolnám, hogy akkoriban bele tudjon vágni valaki egy technikai sportban. Tehát teljesen más, hogy nézett ki akkor Magyarország. Igen. Hát ugye jártunk versenyekre, izgultunk, néztük, és hát mindenki, aki versenyt néz, az mindig úgy gondolja, hogy ezt én is meg tudnám csinálni, lehet még jobban is. Hát mi sem, meg én sem voltam külön bennél és akkor néztük a versenyeket, és gondoltuk, hogy akkor hát próbáljuk ki magunkat. És akkor a Kincses István neve itt a győrieknek, ez szintén etalon, konstruktőr, fejlesztő, versenyző, a Volár Alinál versenyzett, és rend, szervezette a gokart pályán, akkor még nagyon egy nagy élet volt a Likocsi gokart pályán, 1981-ről beszélünk egyébként, tehát, és meghirdetett egy ilyen pontosan a nevére nem emlékezem, de az volt a lényege, hogy előre lehetett nevezni egy ilyen ügyességi versenyt. 52-en vagy hanyan indultak, és csak Zsigulival, én nekem Skodám volt akkor, már százas Skodám, csak Zsigulival lehetett indulni, úgyhogy én azt nem, ugye a Skoda az farmotoros, izmos, 48 lóerős volt, vagy 46, a Zsiguli meg ormotoros, és 55-60 lóerő körüli. És ezért egyik kollégámat, szintén ilyen fiatal volt, mint én, apukájától elkérte a zsigulit, hogy ő most majd jól bemegy dolgozni a Győri Épfúba, mert hogy ott dolgoztunk mind a ketten, és akkor délután azonnal kimentünk csapatni a, a pályára, és ez pénteken volt, másnap a verseny, és az volt a szép a történetben, hogy XX-es zsigulikat hozott kettőt ki a Pisté a volámból, és azzal ment mindenki. Tehát nem volt az, hogy egyiknek jobb az autó, a másiknak nem. Hát az első az olyan 30-adiknál megadta magát, mert kuplungos lett, hát ott mindenki nyüstölte az autókat. Jó páram még biztos emlékeznek erre. Na és a lényeg, hogy amikor rám került a sor, már egy kicsit le volt rifúva az autó, de így is második lettem. A, ugye ott nem volt külön kategória, mindenki egy autóval, volt, 52-en voltunk, és a Kunert Miklós mögött második lettem. Ez volt 1981-ben. Na az aztán teljesen oda lettem ettől. Ja, és fusként, mert az öme volános volt. És akkor erre felbuzdulva indultunk még egy-két futamon, ilyen slalom versenyeken, persze ügyességeken, és hát jöttek az eredmények. És akkor Pisti, a kincses István úr egyszer odajött hozzám, hogy hát Gábor, versenyezzél, látom, hogy ügyes vagy, hogy versenyezzél nálunk a volámba. Hű, hát majdnem hagyott testem magamtól, és akkor végig gondolva ezt meg a barátokkal, hogy munkatársak, kollégák voltunk ugye a Győri Éfoba, hát nem menjünk el a volánba versenyezni, mert hát milyen dolog ez. Egyetlen egy autósport szakosztály volt akkor Győrbe, ez a Győri volám volt. És akkor fogtam magam és bejelentkeztem a Győri Éfú igazgatójához, német Antalbá igazgató úrhoz, illetve akkor még elvtárshoz. Egy nagyon jó ember volt egyébként, Bekopogtam, bementem és mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy hívtak minket a volánba versenyezni, hát micsoda dolog az, hogy évfusok, két fuvarozó cég, tehát azt mondta Gábor, akkor csináljunk egy szakosztályt, mert hogy volt az évfus sportkörnek már három szakosztálya, a teke tenisz, meg a természetjáró, és így negyedik szakosztályként 83-ba, akkor már 83-at írtunk, létrehoztuk az évfú autósport szakosztályt. Hát aztán innen elszabadult a pokol, mert jöttek a barátok, jöttek versenyen. Ja, azt, még, azt kell még tudni, hogy akkor nem volt annyi autó, mint most, annyiféle. Trabant, Warburg, Skoda, Zsiguli, Sluss. Tehát ezzel a Dáciával senki nem versenyzett, érthető okokból, és most elnézést kérek attól azoktól, akiknek valamikor Dácsájuk volt, de azokkal nem ment senki. Ezeket aztán reszeltük, furtuk, faragtuk, ugye úgy hívtuk ezt annak idején, meg a szakma azt mondta, hogy a sufni tüning. Tüning. Ja, tehát mindenki ott, otthon reszelgetett, hát nem voltak még ilyen műhelyek, ilyen speciális műhelyek. Hát ez ugye 40 éve volt. <laughs> Ami még esetleg ide kulisszatitkok közé tartozhat, hogy igen, jóval rosszabb feltételek voltak. Nehezebb volt e, alkatrészeket is beszerezni. Nyilván ezek a keleti autók, ebből volt több itt nálunk. E, én úgy tudom, hogy Ferjáncék versenyezhettek annak idején Renaultkkal, de úgyhogy hogy a Magyar Autóklub vásárolt meg hármat, és akkor ugye ők azzal Igen. tudtak elkezdeni. Uh, ez az időszak, amikor ti elkezdtétek, meg egyesületet alapítottak, vagy pontosabban szakosztályt alapítottatok, ez a magyar rally sportban hova helyezhető el? Ez még a, a Ferjánc Attila nevével filmjezett korszak, vagy később ugye talán Rangáék, aztán aztán sokkal később még talán a Tóth Janikáék jöttek, de azt hiszem, hogy a, a magyar rali őskorát, hőskorát a, a Ferjánc Attila nevével lehet talán a leginkább. Igen, abszolút. Hát gyakorlatilag ő honosította meg Magyarországon a ralit, Sőt, az itinert, ez ugye az a Biblia, a, amit a navigátor mond vissza, közösen megírják a, a, a verseny előtt, a pályavejárás során. Ezt az úgynevezett Bibliát, ezt az itinert, a, ami hát méterpontosan és különböző nehézségi fokokban mutatja be egy-egy gyorsasági szakasznak a, az abszolválását. Ezt a, a pilóta, a tehát a verseny előtt ezt fel, feliratja a navigátorral és akkor végig mennek még egyszer, még egy, most már szabályozak általában minimum három, maximum öt-hat bejárást engedélyeznek, de akkor gyakorlatilag annyit ment az ember, amennyit akart, és akkor hát felmérte a pályát. Na most ezt a bibliát mondja vissza a, a, a navigátor, de ezt is Ferjánc Attila hozta be Magyarországra, ez ami francia alapú ö, rendszer, a, el vannak a nevezve szépen jó magyarul a kanyarok Egyestől ötösig, és ötös a legnehezebb, az egyes a legkönnyebb kanyarvétel, és ezt a technológiát is Attila hozta be, és hát ő honosította itt meg. Hát tudjuk, hogy az első versenytől Rügvezben nyerte, a 60-as. Ez igaz, ez a legenda? Igen, igen. Én, desz, volna, én, én elég jóba keveredtem vele, vagy kerültem vele, mert uh, részint kötődése volt Móra Vilisics Vili nem marad, kisbérre, és részint pedig, hát ugye, amikor elkezdtünk versenyeket rendezni, akkor mi az Egyesület, vagy korábban a szakosztály, azt későbbi Egyesületünk, nagyon sokat dolgozott a feljáncféle csapatnak, mint rendezők. Tehát például a Budapest a Attila nagyon benne volt a szervezésben, és minket kért fel, hogy a tényi az, meg a rábaringi szakaszokat mi bonyolítsuk le, mi terveztük meg miattuk a sportbírókat, stb. 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 Így aztán munkakapcsolaton kívül egy fajta kis részemre abszolút tisztelet, de talán egy pici barátság is kialakult Attila is köztem. Tehát akkor volt, hogy ez a sztori az igaz. Igen, hogy, ez igen. mi volt? Hát valami pupos varbulgal, ez a 60-as éve, pontosan én sem emlékezem a dátumra, de valami 66, 7, 8, valahogy így lehetett. Egy ügyességi verseny volt egyébként, tehát rallyban nem lett trükkve. Hát lett csak Semmi értelme. Ez egy ügyességi verseny volt, és ott figyeltek fel rá, mert hogy elment az összes első fokozata, és még egy külön próba hátra volt. Ha jól emlékszem, a, a Hősök terén volt ez a külön próba, és akkor gondolt egy merészet, és Rückverszbe abszolválta, de úgy, hogy sokan előre felé nem tudtak úgy menni, mint ő hátrafelé. Na, és hát innentől, föl, innentől megnyílt előtte is a. a, a a sportág, meg hát megkeresték, és akkor. Tehát ez valós, ez a legenda. Az igaz, hogy a kezdetek kezdetén, ugye nagyon sokra is volt, nagyon sokan a sportág szerelmesei voltak, de nyilván a lehetőségek teljesen máshogy néztek ki, és erről már beszéltünk. Hogy voltak olyanok, akik szinte egy garnitúra gumival teljesítettek, mondjuk egy egész szezont. Abszolút. Hát ó, mi az, hogy én 90? Hát a legbüszkébb arra vagyok 92-ben, akkor 32 évesen béreltem egy kereklámpás zsigulit Pécsről, a későbbi kétszeres abszolút magyar bajnok kisferitől, aki vrc lett magyar bajnok. Együtt versenyeztünk, és ő átült egy ázsziguliba, ez már ilyen tuningolt, csodaszerkezet volt akkori, hogy mondjam, léptékkel mérve. Én pedig az ő korábbi kereklámpás zsiguli, 1003-as kereklámpás autójával mentem, és hát ugye a Ebben a sportágban, mint sok minden másban, de ebbe abszolút mi mindig a legkevesebb a pénz. Így aztán használt gumikat vásároltunk. Akkor a, a Rally 2-ben, Rally másodosztályban nem lehetett menni tuningolt autóval csak 1300 köbcentig, nem tuningolt autóval meg 1600 köpcentig. Ugye ez a zsigulikra volt méretezve. De mindenkinek utcai gumival kellett mennie, tehát nem volt sportgumi. Ez azért is volt jó, mert hát például most csak kis kitérővel, most olyan 40-45, max 50 körüli a rally másodosztály induló száma. Amikor én mentem 92-be, akkor 43-an voltunk a kategóriában, és volt 6 kategória. Tehát ilyen százfölti rajtszámokat osztogattak akkor. Tehát 43-an voltunk a kategóriában. Na, visszatérve, hát én jó magam is egy gumis baráttól vettem, hát ugye Michelin gumi, azt tudtuk, hogy a versenyben is jó, meg amúgy, már elnézést, hogy mondtam ezt a mindegy. Ö, tehát a, vettünk olyan gumikat, ami, ami a normális gumi volt, tehát, de Lukas volt az oldala. Úgyhogy a gumis barátunk az meg, meg ö, sütötte, akkor még ez volt a technológia, mint a Schaller, meg, megsütötte az oldalát, és amikor kettő, sütés volt, azt hátra tettük, egy, azokat előre. Mondta, mondtam mondta, neked, tehát ez bírja majd itt a meleget, meg a fékezés, mert minden főforr ilyenkor, amikor megy az ember. És mondja, hogy ez itt biztos, hogy máshol bármi történt, de itt tuti, hogy nem fog <laughs> kiszakadni. Tehát a kérdésedre válaszolva abszolút, hát a kokákból szedtük a gumikat szinte. Na hát, mivel nem volt verseny gumi, hát most az új se jobb egyébként, mint egy használat, sőt, szegény Götz barátunk, aki meghalt és magyar bajnoka volt a, volt a, a, a Győri Évfunak, Rali másodosztályban, ő direkt volt egy, úgy, azt mondta, hogy ő ez, ez, a nevelt gumia, tehát nem volt slick gumi, hanem egy, le, egy szépen lekoptatott utcai gumin, ami már szinte nem is volt mint. Ez nevelt gumi. Azt, ő mondta, hogy ez, egy, ez a nevelt gumi, erre vigyázzunk mert hogy ő nevelte le, ő ilyenre. És akkor ugye azt tudni kell, hogy a, a, a mintás gumi az, az nagyon jó vízzel de az nem tapad annyira nyilván a minta a rések miatt, mint ami sima gumi. Hát a Forma 1 azért mennek tele tehát slick guminak mondja. Na ez egy ilyen utcai slick gumi volt. Hát, és, és, ennek a gumiknak az a lényege, hogyha minél magasabb, minél újabb, annál nehezebb vele kanyarodni, mert nyúlik ez a réteg, tehát mondjuk 15-6 mm van, az billeg, nyúlik féktáv se olyan jó, kigyorsításkor se. Tehát igazándiból csak esőbe használtunk, mert azért volt két garnitúra gumink, tehát a esőre, vízre, meg, meg, a szárazra. De a mondhat, szárazra az jobb volt, hogyha minél kopottabb volt. Mondtad, hogy mentél ladával. Miért bírják annyira mai napig a, a nézők, a ralinak a közönsége, a ladásokat talán a legjobban? Hát, mert a lada az nálunk népautó. Ugye a... 60 Kettő belett, ha jól tudom, az év autója, mint fiat, és akkor 69-től vagy 70-től indult be ez az őrület, és mármint a zsigulis ladás őrület. Talán azért is, mert viszonylag ö, könnyen elérhető volt, viszonylag jó volt az alkatrészellátása, és ezek az, az őseink, most ö, úgy értve az ősöket, tehát az elődeink a, a rally sportban, azért kezdtek kinevelődni tuning műhelyek, és olyan megerősített alkatrészeket is kezdtek gyártani, sőt a gép, a esztergályosok is ráálltak, tehát már, már olyan vezérműtengeket csináltak, eltolták a vezérlést, már nagyobb karburátor. Tehát egy komplett üzem, egy iparág állt rá a tuningra. Hát ma meg már olyan zsigulikat képzeljetek el, hogy, hogy 1900 köpcent is, mert 1006 ost fel lehet addig fúrni, meg löketet módosítani, és én 190, 180, 190 lóerős zsiguli a, a a 85-ből, azt hiszem az az alap, injektoros, be, tehát egy-egy zsiguli motor 4-5 millió forint, ma már. De akkor még ez nem volt, viszonylag kis pénzből meg lehetett úgymond reszelni, ugye tuninggal a tuninggal az autókat, és a ladák azért is nagy, nem, nem fognak ezek sose kapni szerintem, most már a használt töröttnek is nagy az értéke, hogy amely vásárolják föl, a, meg hogy nagyon látványosan lehet vele menni. Ugye otthon is volt a garázsban, egy láttam nézőként, hogy megy a, vagy tudom én, a Kogábor vagy a akkori fél, nagy neveket hadd mondjak, vagy a Bence Pisti többször is magyar hogy hát egy, így én is tudok menni. És nem egyszer, mikor a apu vett egy másik autót, akkor Zsiguli, mint én a skoda megkaptam, akkor neki álltak szögelni, és rátszok, és akkor Zsigul be. Ráadásul nagyon látványosan lehet vele menni, ugye hátsókerekes. Egyszer valaki azt mondta nekem, pontosan nem emlékezem, de talán Tóth Gili, aki, aki hát a szakma nagyon ismer, hogy ő mondta, hogy aki zsigulival gyorsan tud menni, az mindennel gyorsan tud menni. Mert egy esetlen autó egyébként... Viszont mondták a ladákra azt is, hogy állásában is el tud romlani. Majd hát, majdnem, igen. Ez jó a hasonlat. Na, tehát aki zsigulival... Azért, mert hát hogy mondjam, nehéz, mert ezer kiló fölött van az önsúlya, és nagyon úr nehéz, tehát tolja az elejét. Viszont könnyű a hátulja, tehát a murván az meg kipörög. Tehát és tolja az elejét. A fékekről azokról inkább ne beszéljünk, mert hogy elől tárcsafékek voltak, az fogtak úgy, ahogy egy darabig, mert ugye három nagyobb fékezés után megforrottott minden, és ezért mit tudom én, milyen versenyfék olajat vettünk mi is, aranyárba volt, hát akkor volt 15-16 ezer font, egy liter, de le kellett cserélni, mert az, az nem ford föl, és akkor nem esett be a pedál, azon még jobban lehetett fékezni, de a hátsó dobfékek, az mindegyik külön fogott. Tehát azt úgy képzeld, ugye kigyorsítással, az mindenkinek egyforma volt, mert mindenki zsigulival ment, illetve féktávokkal lehet, meg kanyar sebességgel, variálni, de a féktávokkal sokat lehet nyerni vagy veszteni, ezért minél később kezd fékezni az ember a kanyar vagy a egy helyzet előtt. Na most ez a zsiguli, ez, a, ez tünemény, mert hogy minden kereke össz tehát nem egyszerre fogott a négykerék, és akkor az egyenes féktába is korrigálni kellett, tehát hogyha nem tudtad ezt korrigálni, akkor leestél az útról, vagy korábban fékeztek, akkor meg vertek. én nagyon vakmerő hát, versenyző volt? Tehát most ja, erről jutott eszembe, én... hogy a Varga, a cigánynak, a vargazónak volt egy olyan mondás, egy interjúban mondta, hogy a féket az felejtsd el, aki fékez, az veszítő. Mindig ezt mondta, de Jó. azért valamikor csak fékezni Há, kell. Persze, kell azért fékezni. Hát a, a rally szerető közönség jól ismeri a Vojcsi golyót, Miskolci srác, többször is magyar bajon iszonyatosan tudott közlekedni. <laughs> Na, hát én cigányhoz meg a golyóhoz nem ismerem hasonlítani magam, mert viszonylag rövid volt nekem az én versenyzői pályafutásom, már hozzájuk képest de azt tudom mondani, hogy egyszer oda mentem a golyóhoz, te mondom, golyó, milyen fékbetéteket használsz meg, mert, mert nekem mindig elég ez a szürke gyári, ezért. Oda szólt a szerelőnek, de Béla, milyen betét van bel? Mondom, nem tudod, hát mit cserétek? Azt mondja, hát ő tavaly beletette, mint az év közepén volt. Hát mondom, hány versenyt néz? Éven tetszik kicserőjük. Hát mondom, hát hogy, hogy, bírja neked? Azt mondja, hát maga Há, ez. Hát hogyan fékezel? Hát mondom, mondom neki, hogy hogyan, ezért. Azt mondja, így köfékezni, és megfogta a kezemet. Így. Azt mondja, akkor megáll a tár, nem kopik a betét, akkor azt mondja, így köfék, tehát rövid féktáv. Hát ugye én akkor még úgy félig, meddig tanultam az egészet, na és akkor nekiálltam én is rövid féktávokat venni, ezt ment minden fel. Bakhátos uton, kicsit dobáloson, Hát a szenzációs. Na ez mai napig is majdnem megmaradt, tehát a zsigulikat mindig nézik, mert látványosak. Ugye azt mondják a ralisokról nagyon sokan, hogy persze az is számít valamit, hogyha a serleget átveheted, meg odállhatsz a dobogónak a legfelső fokára, de hogy nem ez az igazi nagy fizetség, hanem, hanem maga az a, boldog tudat, amikor, amikor ott vagy a célban, és azt mondják így idézettel, hogy, hogy amikor a, a rali saját maga veszi le a fejéről a bukós is Tehát, hogy az az igazi Igen. megelégedés, és utána visszagondol rá, hogy ez milyen nagy élmény volt. Neked volt olyan szitu, amikor határán voltál annak, hogy most vagy te veszed le a bukósokat a fejedről, vagy, vagy, valaki más? Hát nem is egy. Hát 13 ilyen eséskelés volt. Ezt úgy mondják eséssel. Ennek java része egy, kettő, három verseny, a többi meg pályabejárásom, akkor tréningnek, meg edzésnek mondták. Hát né négy, négy, verseny közbeni esetem volt. Hát az, a, az, egyik legsúlyosabb, az már 2005-ben volt. Hát nem volt olyan nagyon súlyos, de mert akkor még észre se vettük. Azt kell tudni, hogy a, a legalábbis ezt egy orvos ismerősen mondta, hogy a adrenalinnál nagyobb fájdalomcsalpító nincs. Most akkor én nem tudom, mennyi szintnek kell lenni az emberben, mondjuk tíznek, akkor biztos, hogy 300 körül van az adrenalin. És hát egy olyan 5 perce lettünk a pályán, tehát már jó meleg volt minden, és egy és versenyző barátom visszaszólt nekem telefonon, hogy nincs víz, előtte nap esett az eső, nincs víz a pályán, gyere csak nyugodtan. Hát egy helyen volt. Hát én na, nehogy levágtam azt a kanyart, ilyen 140 körül tempóna, és megoszott az autó, és neki csaptam a fának a hondát. Még lejöttünk a gyorsról, de aztán annyira bement a, a jobb hátulja a, a, kerékhez, hogy össze, beleért a kerékbe, és kik, kik, szétvágta. Betettük a pótkereket, az kicsit kisebb volt, az, még mentünk egy gyorsot így keresztbe, kasba, lassan, azt, azt is szétvágta, tehát ki kell tálnunk. Ez volt 10 óra 5 mert a menetlenül hogy mikor rajtoltunk el. Délután kettőkor zuhanyoztam a Miskolci szálláson, és mondom, hogy szúr az oldalam, mi ez? Hát nem volt messze a kórház, átmentünk egy röngerre, hát eltörött két lengőbordám, tehát 10 óra 5-től délután 2 nem éreztem a fájdalmat, tehát nem, addig nem jött le. Na ez volt a legsúlyosabb, hát ilyen borulások voltak, meg beestünk az erdőbe, meg árokba, meg fának talán hanyatt egyszer mentem, de abból se lett nagy baj, mert a fa a hátsó szélvédőn állt meg a zsiguli hátsó de kérdésedre válaszolva, tényleg az a legjobb, amikor az ember leveszi a sisokat saját maga fejről, de erre nem gondolszunk -e el rajtos. eszed ágába sincs ilyen van. nagyon sokat mentem bérautóval, hogy hű, ezt kimélni kell, mégis vigyázni kell rá, mert hát, ha összetöröd, akkor megy a panellakás, meg ilyenek. Szóval, hogy Hát, még el nem rajtolsz, ez benned van. Onnantól én legalábbis úgy van. Onnantól megszűnik minden, csak a navigátor van az út, meg hogy a leggyorsabb légy. Hát, ez röviden ennyi a, a sisaklevétel. Neked a Honda volt a, a kedvenc. Mentén nagyon sok autó van. Igen, hát mi, ezt sokan kérdezik tőlem, ö, nem tudom ezt megmondani, ugyanis én beleszerettem ebbe az egészbe, most nem, nem tudok, meg nem is akarok hasonlatot mondani, de szeretve, mondjuk aki szereti a fagyit, az, azt is szeretem egyébként, tehát nekem nincs rossz fagyi. Azt mondják, hogy nincs rossz bor, csak rossz bori volt. Na hát ez egy kicsit olyan. Én nekem ugyan az egyik első volt, a másik hátsó kerekes, az egyik 50 az a másik 160, tehát hogy én azt mondtam mindig, hogy nekem kell bele, ha én beleülök egy autóba, akkor nem rám faragják az autót, mint most már. Mert most már abszolút ugyan mérnök jön, az ülés meg a kormány az egy dolog. A vezetők le, kompjúteren levesznek mindent, és úgy állítják rád az autót, hogyha te lassabban kuplungolsz, vagy nagyobbat fékezel, vagy később gyorsítasz, akkor hozzád faragják az a... Hát ilyen a zsigulina, hogy lett ülés, beállítottuk, magasságot, a kasznó, És akkor azt mondtam, hogy, hogy neked kell, mint versenyzőnek rá ö, formálódnia az autóra. Ö, egy kicsit azt Szoktam volt mondani, hogy a, 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 a pilóta, meg talán minden autósportban ez van, de a rallyra talán ez még jobban igaz, hogy az egyfajta modern Kenta úr. Össze kell, hogy nőjön a, a szerkezette, a sporteszközzel. És én mindig ez volt bennem, tehát én nekem nem volt úgymond kedvenc autóm, talán azért volt a Honda egy picivel, mert az volt a legerősebb. Tehát az azért az, az 160 ló erős volt, az már Tudom, 900, 880, vagy 900 kilóra, tehát az már hogy egész jó, az a jó lehetett menni, meg akkor már a versenygumikat is lehetett használni, másodosztályban is, tehát az a tényleg lehetett már olyat fordulni, hogy elnyújt az ember arca, mert ha megtapadt a gumi, ugye meleg volt, akkor olyan kanyarokban nagy tempóval, de én a Skodát is nagyon szerettem a maga 60 vagy 50, nem tudom hány ló erejével, százaskodát, mentem fa de, de, most, hogy mondod, a legjobb autó egyébként, a szegény Ábrám Iminek, is ugye sajnos már nincs közöttünk, a, egyszer kibéreltem a favoritját. Hát az már, ugye a, a, a csehek a favoritból olyan autót csináltak, hogy az, mármint versenyautót, hogy az a maga nemébe az, az, az volt csúcs technológia volt. Egyébként most is a Skodák nagyon jók, ugye a VRC 2 ezek a Skodák nagyon, nagyon, hát mi, szinte minden versenyt ők nyernek ebbe a Skodákkal. És akkor az iminek a, a favoritja volt olyan, ami, amiben jó gátlok, sperdifi volt benne. ezt most nem menjünk bele, hogy ez mit jelent, gázadás közszezárja a két első hajtott kereket, és akkor mindkettő hajtott. Hát Murván úgy lehetett velem, mert... na abban éreztem azt, hogy tényleg a ötödik végtagom hatodik. A legnagyobb sikeredként, amit éltél meg pilótaként? Hát a legnagyobb boldogságom az az volt, amikor nyertem, de egyben a legnagyobb bánatom is volt. Akkor azt mondtam, hogy többet nem jövök autóba, mert annyira bántott a dolog. Öt gyorsasági szakasz nem mi rendeztük a versenyt, nem is tudnék olyankor, amikor mi rendezünk versenyt, hát hogyan, tehát két külön ember kell ahhoz. Ezt a Veszprémiek, a Lakatos Robiék, a Larokó rendezte. Öt gyorsasági volt, három egyik irányba, kettő másik irányba. És a Szommer Pisti, ez egy pesti srác volt, mert előtte évben is magyar bajnok volt, meg az előtt is. A első futamon mentünk, én ott harmadik lettem, ő nyerte a futamot, harmadik lettem, és ez volt a másik futam. És hát nyilván a helyismeret sokat számít azért, de azt mondtam, aki engem megver, már bocsánat, egy kicsit <laughs> fennhéjazosan, az, az olyan nem létezik. Hát nem is létezett, mert a öt a gyorsban az első négyet megnyertük oda-vissza. A ötödike meg mert vezettünk 28 másodperce. Tehát az már elég nagy idő volt. Nagyon megvan a videó, hú, megvan, beértem a célba, nem tudom, győr pluszos srácok voltak ott, nem tudom, te voltál ott. És akkor, na, mi az eredmény, mondom, hogy megvan. Majd beértünk a célba, ez, ez egy bérautó volt egyébként, és Kizárt a technikai ellenőrzés, és kizártak minket. Kérdezem, hogy miért? Hát, hogy a, volt benne egy olyan kapcsoló, ezt minden autóban, zsigulikukban is mindenhol beletették, hogyha a, hűtő a hűtőben lévő patron, ami érzékelő a hőfokot, az néha elromlik, vagy megüti az ember az autót, elszakad a zsinór, vagy valami, akkor ezt direktbe is be lehetett kapcsolni, tehát a patron nélkül és ment a ventilátor motor, nem ford fel a motor, ugye hát ez állandóan x ezeren forgatjuk itt a motorokat. És ez állítólag abban az évben szabálytalan volt, nem lehetett volna ilyet beletenni. Ez egy N-csoport, hogy tesz széri autót, és ezért kizártak, amivel nem, semmi előnyünk nem volt, meg hátrányunk sem, semmi, de hát kizártak. Hát ott majdnem sírva fakadtam, komolyan mondom és a, 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 dolog pikantériája két dolog, egy, ugyanaz zárt ki, ugyanazok a, zártak ki, akik előtte átnézték az autót, nem volt gépkönyve még az autónak, abba az évben, és gépkönyvezni kellett, és elejétől végig átnézték. Látták, le van fotózva a manusz, véletlenül nem tudtuk, hogy hajol be is nézett a műszerfot, van róla fotó, hogy a műszaki átvevő, az mindent megnézett. Rá volt írva, hogy ventilátor, csak annyit mondott, hogy ez nem szabályos, kiveszük, gyerünk. Na, aztán később tudtam meg, hogy francia bulletinből fordítják le ezeket, és hogy rossz fordít, több embert kizártak emiatt egyébként a, abban az évben, hogy ez csak a turbós autókra vonatkozott, hogy a turbós autókban nem lehetett egyéb más kapcsolót csak a beletenni. Tehát eb ebben is maradhatott volna, de ez következő évre, amire kiderült, addigra már hova menjek vissza, hogy az mégis engem illetett volna az az abszordi. A te versenybírói tevékenységed is ismert, illetve az, hogy ti szerveztek versenyeket a Győr -ralinak a lehetősége, hogy visszatérjen ide 30 akárhány év után, 32 év után a Győrbe a sport egy versennyel, egy országos rali bajnokságnak a saját futamával, ebben gondolom, hogy elég nagy meló van. Ez mikor válhatott kézzelfoghatóvá, mikor került kézzelfogható közelségbe, hogy ezt komolyan lehet már gondolni, és előbb-utóbb ebből valóság lesz? Hát ezt euh, évelején, tehát január elején <coughs> pattant ki a szikra, hát a csillagok állásának, a csillagoknak együttállás kellett, mert hát sok minden, nem akarok részletekbe menni, de sok mindennek együtt kellett lennie, hogy, hogy ez létrejöhessen. Hát először is talán annak, hogy, hogy, hogy az megújult a szövetség. Tehát olyan emberek kerültek bele a, 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 vezetésbe, akik hát azt látták, hogy Győr egy Audi-val, egy, egy ilyen iparváros, ugye Győr, egy ilyen infrastruktúrával, hogy hogy kimarad most már 32 éve a, a, az országos rallibajnokságból, tudták, hogy van itt egy jól működő klub, a az Arapona Rally klub, tudták, hogy itt évtizedek óta, hát éppen 40 évesek vagyunk egyébként, tehát 83-ban alakultunk először, tehát idén vagyunk 40 évesek. És hogy ez az arabon Rally, persze más néven mentünk korábban, de a maga az ugyanaz maradt, hogy, hogy a, a megfelelő infrastruktúra van, megfelelő pályák vannak itt a környéken, ráadásul a polgármester úr is abszolút pozitívan állt a dologhoz. Ez ugye egy ingyenes, a város, városa helyet adja egyébként mindent a, a, a sportszervezők, illetve a, a társszervező, a Mitko Hungária a társ ennek ez egy rendezvényszervező cég és a ez a Honda magyar Honda Hungary magyar Rally bajnokság egyik futama lesz. És hát ez persze az is kellett, hogy hogy újra sportbűnő tanfolyam indult itt Győrbe az egyetemen egyébként nem rég, hogy megfelelő szakmaisággal rendelkezünk, megfelelő úthálózat, infrastruktúra, szállás lehetőség. Mert hát itt azért számításunk szerint ilyen 120-140 autó körül közül lesz. Itt mindenki 3-4 fős szervizzel jön, ugye az már eleve 280 fő, meg, meg, még plusz a, a, a négyszer elő, 140-szer, az most így fejből is 560. Tehát itt ilyen Ezer, meg a sportvezetők, meg a szervezetet, ilyen 1500-1800 fő éjszaka lesz itt, ugye szállásból kifolyag. Ráadásul nem is egy, hiszen a, a versenyzők, meg a, a háttér, a segítők Zöme már csütörtökön, eljön, mert pénteken kezdődik majd a. Ugye a, 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 ja, szeptember elején? szeptember 8-a is. Hát ö, tulajdonképpen 8-án már a maga verseny, de 7-én, ha jól tudom, ez péntek, úgy tudom, a hetedikén pénteken már a városháza előtt egy rajceremónia lesz, és hát lesz egy kis meglepetés is a dologba ez a Adivárosban lesz egy prológ, egy rövid prológ, amit, ami a versenynek nem része, tehát nem mérünk időt, de bele, tehát kötelező rajta résztvétel. Tehát ez azt jelenti, hogy majd ott úgymond csapatni fognak azért a, a versenyzők, és ez már este felé lesz. Mondjuk biztos, hogy nem kell lámpa, de, de nagy, talán a szürketbe belelóg. Tehát ezzel fog kezdődni ez az eseménysorozat. Aztán másnap már rendes gyorsasági szakaszokkal, és harmadnap, vasárnap, beér a mezőny majd győrbe is. Milyen kulisszatitkokat lehet már most elárulni? Nagyjából azt sejthető, igen, hogyha már győr -ali, akkor győrben vagy, itt a környéken lesznek a szakaszok, de hogy ezek hogyan helyezkednek el, milyen pályák lesznek, hogyan alakítjátok ki, erről elárulható-e már valami, vagy itt még a meglepetés, azt későbbre tartogatjátok? Hát igen, tehát későbbre tartogatjuk, azért, mert hogy hát 8 vagy 10 pályát néztünk meg a környékbe, tehát ez a bakonyig is elmentünk, ezek részben új, részben ismert. Van köztük olyan is, ami ami egyáltalán nem volt még soha gyorsasági szakasz, vagy olyan régen, hogy én is még kisgyerek voltam, akkor. Tehát az a mai mezőny ezt nem is ismeri, talán hallomásból sem. Tehát nem tudok még ezzel kapcsolatban mit mondani. Annyit, hogy teljesen aszfaltos lesz a futam, tehát nem lesz murvás része, nem lesz murvás gyorsasági szakaszban, de. A városi szakasz, az csak vasárnap lesz, és egyszer időtervet is már rakjuk össze, tehát már elég jól körvonalazódik, de bármit mondanék most, az... Valószínűleg nem lenne igaz, mert még cserélődhetnek. Itt ugye rengeteg engedélyekkel ki kell számolni, hogy hova mennyi ember kell, mennyire lehet azt biztonságosan le, tehát a nézők számára biztonságosá tenni, és lehet, hogy kifogásni egy-kettő, vagy cserélődik. Itt még nincs végleges döntés. Mitől lesz egy ez olyan nagyon nagy durranás itt a megyében? Oké, okay, azt elmondtuk, hogy 32 év után rendeznek újra versenyt, de de meg azt is, hogy a rally az egy iszonyatosan népszerű Igen. sportág Magyarországon, technikai sportág sportokon belül azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, a legtöbb nézőt vonza, de hogy mitől, mitől olyan igazán nagy duranás ez? Hát szerintem attól, hogy hát részint, ahogy te is említetted, a 32 év azért, tehát el kell menni a rally, rally faloknak mindenhova, Veszprémbe, Zalegerszegbe, Miskolc, az országban mindenhova. Hát most nem kell, mert nagyon közel lesz minden, tehát biztos, hogy ez is az, az egyik. A másik az, hogy, hogy a, a, magyar rally sportnak valamennyi kategóriája indult. Tehát az ORB, tehát a rali első osztály, a Historic, ami ugye a régi rally autókkal, a rali 2 és a rali 3 is fog indulni. Tehát, tehát valamennyi mező, nem minden fut, országban, azt hiszem három ilyen futam van, ahol, a nyolcból, ahol mind a három mezőny megy, vagy mind a négy mezőny. Hát az egyik a győri, tehát itt, itt eleve mondom, ilyen 120-140 autóval számolunk. Lehet, hogy több is lesz, ugye ezt nem tudni. Neveket mondjunk az indulók közül, akik valószínűleg itt lesznek, biztosan itt lesznek, és most a rali sportág, a hazai rali sport legjobbjai, legnagyobbjai közé tartoznak. Hát úgy tudom, hogy a tavalyi bajnok a, a Mats idén nem fog rajthoz a magyar bajnokságban, vagy csak egy-egy futamon. Ha mégis, akkor az remélem, hogy ő lesz. Hát a nevezőkről még egyelőre azért nem tudok sokat mondani, mert hogy uh, uh, ugye addig sok verseny lezajlik, meg hát a nevezési zárat az általában 30 nappal előtte van. 60 nappal előtte indul el a nevezési lehetőség, és a verseny 30 nappal, tehát ez még jóval odébb lesz. De a, a, azt tudom mondani, hogy a tavalyak közül szinte mindenki fog a, uh, nevezni erre a versenyre. Uh, régió barátunk, és sokan ismerik Győrbe és Matics Misi is félhetően fog indulni. Akkor ugye a, a, a Csevili is, aki ugye um, Móri, bocsánat, Móvári, a Vili, és hát uh, a fiatalok sajnos nem tudnak indulni, mert hát uh, itt van két nagyon tehetséges fiatal srác, hogy, hogy nem az édesapjuk korábban realizott, <laughs> az a hidvégi az uh, Olinak a fia, és a Faltusz Petrinek a fiáról van szó, nagyon ügyesek, de hát ugye ők csak zárpályán tudnak még egyelőre, mert hogy nincsenek 18 évesek, és nincs meg jogosítvány, annélkül ezeket a versenyeket nem lehet megtenni, vagy abszolválni, nevezni se, uh, de a, 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 nagy menők közül gyakorlatilag az élboly mindig lesz, nagy visszatérő Hadik András, uh, aki tavaly nem is indult a bajnokságban, tavaly előtt ő lett a magyar bajnok, és tavaly nem indult a bajnokságban, de idén ő is viszont Vince felé is biztos, hogy jön, és mindenki, aki számít, talán a kisebb kategóriákból a győri vonatkozásban, hát, vagy győr, vonatkozásban tudnám még említeni a, 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 a Cézinger, Kristófot, de ő mivel a szervezésben is jócskán benne van, ő nem fog tudni menni, de az autója megy, pedig az apukája vezeti majd, aki szintén realizotta. Az öreg Cézi, mi csak úgy hívjuk, és ő fog előfutóként menni az autójával. VRC autók? Köszönöm, ezt, ezt, a, ezt vártam, hogy ezt felteszed ezt a kérdést. Ugye a Magyar Bajnokságban nem értékelik a VRC autókat, de kettő is van egyébként a mezőnyben, sőt három is egy Subaru vrc a Butorobinak a, a Citroen vrc -je, és a Subinak, a, a Subert Istvánnak a 2021-es Ford Fiesta vrc Fo, Fiesta, igen, Fiesta a -je. Hát ez egy ektegyári autó, tehát ez 22-be újat épített a Ford ö, csapata, az M Sport, és ezt a 21-es autót, ezt áruba bocsájtották, és ö, hát meg tudta venni a, a, a úr, a Subi, mindenki csak úgy ismeri, és hát most nemrég volt két hete egy, egy, egy meghívásos futam, rally kettes és megkívásos futam bajna lábatlan és oroszlányi rugógyári úton. A bajna lábatlan gyorsot azt az Arabuna a Rallyklub szervezte, rendezte, megkért a főrendező minket, ezt mit csináltuk, mert évekig mi mindenkit ismerünk, ott tudtuk, hogy kihez kell fordulni, hogyan, miképp. És hát ott indult Subi, hát láttam felvételeket, Hát borzasztóan közlekedik vele, tehát hogy az, az, az nem fogható semmihez. Tehát egy, egy rally kettes autó, amik ezek a szuper skodák, meg citroenek, meg hát ez a két nagy autó van, aki aki veri a mezőnyt, nem csak itt, hanem Európa bajnokságunk, akkor a különbség egy rally autó és a VRC között, mint egy N csoportos autó és a rally kettes autó között. Tehát, hogyha most azt mondja, roller, bicikli és motor. Tehát, akkor akkora a különbség. Hát ott a rajtnál föláll mindenki a szőre rajt programba elindul, ilyen lángok jönnek, és hát nem mértem meg, de pár másodperc, és ötödikben van, és el is tűnt, nem is lát. Tehát borzasztóan megy. Ja, és borzasztóan meg is áll. <sukl> tehát, ugye azt mondják, hogy akkor akkor egy versenyautó nem csak gyors, meg, meg föl tud gyorsan, meg is tud állni. Bár ezt nagyon sok mindenről tudtunk volna még sztorizgatni a rally kapcsán, akár hogyha csak a győri eseményeket, meg a győri legendákat vesszük sorra, a helyszíneket és egyéb mást, de szerintem találunk még erre valamikor majd egy időpontot, lehet, hogy majd a győr rally után. után. Lehet, Éjjön. hogy a győri után. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. A nézőknek pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy ott lesznek majd az első győr -ralin is. A Spiller adásait pedig továbbra is megtalálják a YouTube csatornánkon, a Győr Plusz Televízió, valamint a rádió is. Música